Elköszönt Magyarország kolozsvári főkonzulja, Mile Lajosnak vasárnap jár le a megbízatása. Híradónknak úgy értékelt, tartalmas, építő jellegű időszakot, tevékenységet tud maga mögött. Nagyon hasznosnak, tartalmasnak és élvezetesnek is tartja a Magyarország kolozsvári főkonzulátusán eltöltött 8 évet, nyilatkozta híradónknak annak leköszönő vezetője Mile Lajos. A legnagyobb érdemnek azt érzékeli, hogy az emberek szeretnek bejárni a főkonzulátushoz, mert ott segítőkész munkatársakra találnak. Ugyanakkor örült annak is, hogy markánsan jelen tudnak lenni a kulturális életben, illetve a vidékre kihelyezett konzuli napokat is fontosnak tartja. Az egész tevékenység egy tartalmas diplomáciailag, nemzetpolitikailag, de merem mondani emberileg is, egy nagyon építő jellegű és a személyiséget is fejlesztő tevékenység volt. Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy otthon éreztem magam itt Kolozsváron, és szeretettel fogok visszagondolni, és azt kívánom mindannyiuknak, hogy ezekben a szudaridőkben is találják meg egymás kezét, és fogjanak össze, és próbálják meg minél higgadtabban átvészelni ezeket a szudaridőket. Mile Lajos Afrikában folytatja a külképviseleti tevékenységet, következő állomáshelyét szeptember 10-én foglalja el, Tunéziában lesz nagykövet. Helyét Magyarország kolozsvári főkonzulátusán egy belsős munkatárs veszi át.